Sziasztok, ez itt a Blockchain Blue Hungary, a Blockchain Tudás én Pink vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy Jamie Diamond ismételten megtartotta a gyűlölet beszédét a kriptóval és a bitcoinnal szemben, és mi is történt a múltban, amikor hasonlóan viselkedett? Na, erről beszélünk egy kicsit. Aztán a második hír arról szól, hogy egy felmérés alapján úgy néz ki, hogy a kisbefektetők, annak ellenére, hogy a bitcoin például ezen a héten 2023-as csúcsát elérte, és dübörög a kriptópiac, még mindig az oldalvonal mellett várakoznak, és nem lépnek be. Mi lehet ennek az oka? A harmadik pedig arról szól, hogy... Ö, Oroszországban ugye határokon átnyúló fizetési lehetőséget tesznek lehetővé a Tether stablecoin-nal, tehát úgy néz ki, hogy az oroszok meglavogalják ezt a kriptós vonalat. Szóval ezekről lesz szó a mai videóban, és ne felejts, hogy minden nap hozom a legfrissebb kriptó és blokklánc híreket itt a Blockchain Bloom Hungary YouTube csatornán, teszem ezt már immáron három és fél éve, szóval hogyha nem akarsz semmiről lemaradni, ha naprakész kész lenni kriptóban, akkor iratkozz fel, baromi egyszerű, feliratkozó gomb, ugye csengetjük összes, és akkor megy az értesítés, ahogy egy új videó felkerül. Na a több short videót is készítek, vannak ezek a hosszabb videók, ahol egy kicsit a mögé megyünk a dolgoknak, megnézzük az összefüggéseket. A lényeg, hogy te napra kész tudjál lenni, és hogyha ez neked tetszik, ha ez számodra fontos, akkor kérlek nyomj egy lájkot, like ez egy klassz visszajelzés nekem, valamint a csatornát is segíti. Most pedig akkor vágjunk bele. És jó hír azoknak, akik megrendelték ugye a második könyvemet, ami előrendelésben volt megvehető november 1-től. Ugyanis már többen a kezükbe foghatják. Föltettem ezt a rövid short videót nemrég, és hogy hol tartanak a, a, a könyvek, mikor fogod őket megkapni. És már itt egy-ketten elkezdtek rögtön most egy óra írni, hogy most vettem át, öt perccel már tanulmányozom, nagyon prima, cucc, köszönöm, aztán köszönöm szépen, nekem már megérkezett. Ugyanis olyan gyorsan dolgoztak az emberek, hogy bizony a tegnapi nap folyamán, a rendelések, tehát amit előrendelésbe jött rendelések 98%-át feldolgozták, és már postára adták. Ennek köszönhető, hogy bizony a futár már viszi, tehát nagyon sokan, akár már ma, csütörtökön vagy holnap pénteken is a kezetekbe foghatjátok, aztán most kerülnek feldolgozásra a külföldi rendelések, annak egy picit természetesen több idő kell, hogy oda majd eljusson, de én nagyon remélem, hogy jövő hét végéig tényleg mindenki meg fogja kapni, de a lényeg az, hogy már nem rajtunk múlik, mert a 98 a már el van indítva, most már tényleg ott van a, a futároknál, és kapjátok az értesítőket erről. Aztán jöttek a visszajelzések, hogy, hogy kinek hogy tetszik, nekem ez mindig olyan nagy dolog, így volt az első könyvem is, amit írtam kriptó témában, ugye 2021-ben a kriptovoltákról értetően mindenkinek, és nagyon örülök, hogy ilyen jól fogadtátok, hogy bestseller lett, ez is mutatta azt, hogy hogy, hogy igenis igény volt rá, tudom, hogy úgy, hogy nagyon sokan havernak kölcsönadták ide-oda, pörgették a családban, tehát hogy remélem, hogy sok ember tudott hasznos információkat belőle gyűjteni, akit ez a világ érdeke, a kriptovaluták és a blokklánc világa. Ez a könyv pedig abban fog segíteni azoknak, akik ezután érdeklődnek, hogy sikeresen is tudják ezt a műfajt. nem csak az alapokról van szó, hanem arról, hogy sikeresek legyenek is. Ugye itt van ez a siker csomag, ami... Igazából, ha összeadnád mindent, amit tartalmaz, akkor ahhoz képest 60%-kal olcsóban van még most is, hogyha ezt megnézzük, ugyanis nem csak az összes könyvet, tehát mind a hat könyvet tartalmazza a 37 ezer forintért. Benne van még a 10 forintos ö, naptár, ugye nézd meg csak önmagában, hogy ezt a könyvcsomagot megveszed az újat, az 30 ezer, tehát 7 forint a különbség, és ezek mind benne vannak. Emellett van egy 30 ezer forintos kupon, hogy aki a kurzusok után érdeklődik, ott be tudja váltani a master kurzus csomagra, és benne van még egy kriptó sikertérkép, hogyha elolvastad a könyvet, akkor tök jól tudod, akkor ezt is használni, magad elé teríteni, a legfontosabb dolgok akkor rajta vannak. És most, decemberi hónapban pedig a kiadónak köszönhetően még kettő női könyvet kaptok ajándékba, és 10 forint értékben. E, tehát, na, hát ez bőven, Megéri azért, mert ha a YouTube statisztikát megnézem, akkor több mint 94%-a a nézőimnek férfi, és tudom, hogy hogy van ez így karácsony körül, bezzeg magadnak, veszel valamit, és akkor hol oh, megint ez a kriptos dolog. De ha tudsz nekik adni két olyan könyvet, ami ebben őket is érdekli, esetleg ilyen női könyvek, női sikerkönyvek, akkor, akkor azt fogják mondani, hogy jó, hát akkor, akkor jó, akkor tanulgass ezt a kriptodat, köszönöm szépen. Szóval ezért próbálunk azoknak az uraknak kedvezni, hogy tudjanak kedvezni a hölgyeknek. Jó, tehát ebben a hónapban és plusz ebben a hónapban még, tehát az év végéig azon az áron postázzuk, ami akkor elindultunk 2021 év végén. Tehát gondoljatok bele, hogy most csak van, mint a volna, hogy folyamatosan a futár egy cége folyamatosan emelik az áraikat, értető benzinára emelkedés, minden, de mi eddig benyeltük az emelkedést, és azt mondtuk, hogy, hogy, hogy legyen akkor az, hogy, hogy kedvezően kapjátok meg, de január 1-től nekünk is emelni kell. Tehát aki azt is még kedvezőbb, tehát tényleg ennél jobban járt, nem tudok karácsonyra adni. Na jó, és a Patreonnal ugye tegnap fölkerült a 15. altcoin videó, ugye lehet látni, hogy a piac milyen jól működik. Akik ott voltak a Patreonban, ugye ez egy már, most már nem tudom, három éve egy sikersztori ilyen szempontból, folyamatosan ott vagytok, többen ott vagytok, teltházasak a Patreon találkozók, ugye már nyolc ilyet is ö, rendeztem, akkor személyesen eljöttök. Nagyon nagy sikereket értünk el 21-ben az altcoinokkal. Most, akik már április óta itt vannak, és folyamatosan dc ezekben az első, mondjuk nem a tegnapi, de mondjuk a, a 14-ben, azok is már tök jól ö, állnak. Mindenki saját felelősségre csinálja természetesen. Én nem tanácsadok, csak elmondom, hogy mit, miért csinálok, és mikor lépek be, miért, és miért abba a projektbe. És igazából, akit érdekel, az, az csak infóhoz tud tudni, tudja ezeket a dolgokat kopőzni. Szóval, ha akarsz ez a sikerstornió, te is csatlakozni, és sikeresen megélni a következő bikapiacot időben beszállni dolgokba, és majd időben kiszállni is, akkor itt a a csoportban várunk szeretettel. Na jó, és akkor nézzük meg, hogyan is néz ki a piac. Bitcoin 1,6-ot esett az elmúlt 24 órában, 1043.328 dolláron, az Ethereum 0,46-ot, azzal 2250 dolláron. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor uh, Ordi ment föl 22 ot Helium 20, majdnem 2 szintén, Ordi 23, és a BIM 9 ot ez a top 100, jó? Ez nagyon fontos piaci kapitalizáció szerint. Üm, és a vesztesek között Bitcoin BitTorrent 22-t esett, Pepe 7 és felett, Dogecoin 7 és felett. Na, jelen pillanatban akkor így állunk ezekkel. Ha pedig megnézzük a Bitcoin gyertyacsártot, akkor láthatjuk, hogy tegnap egy picike piros gyertya formálódott, a mai napon is egy picike piros gyertyánk van. Lehet, hogy le tudunk ide mászni egyébként. Tök jó lenne, mert nézzétek meg ez, a, tehát, pff, ez az emelkedés, ami itt van. Tehát ez, ez már kicsit ilyen mini bika piac, nem? Tehát, hogyha belegondoltok, ilyen parabolikus emelkedés. Tehát tök egészséges, hogyha lejön, korrigál egy kicsit, aztán a új lendületet kap. Pont tegnapi videóban beszéltünk, hogy sokan azt mondták, hogy majd talán a halvingra még a az év elején lehet egy 45 ezeres bitcoin, aztán tessék, itt van, ezen a napon, december 5 én pedig már elértük, és hol van még a halvi, még csak december van, áprilisban várható, tehát szerintem is egy kicsit gyorsabban megyünk felfelé, mint arra gondoltunk. Ennek ellenére viszont a növekedés, amit látunk, az megint nagyon egészséges növekedés, mert ha megnézitek, akkor nem így itt elindul, hogy hirtelen fel, hanem fölmentünk, korrekció, fölmentünk, oldalazás, korrekció, és így tovább, és így tovább. Tehát ahogy ez van ütemezve, ez egy egészséges bikapiac, amit ebben az évben eddig ugye ö, láthatunk. És nyilván itt még azért itt kitörés volt a medvepiacod, de azért ez, 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 már, ez, már mind, ez, már, ez, már tényleg a bikapiacnak az eleje szerintem. Ö, legalábbis most mindenképpen így nézzünk ki. De tudjátok, a hírek igen erősen befolyásolják. A black swan események, amik azért nagyon ritkán történnek, igen erősen befolyásolják a piacot, ezek mindig benne vannak a pakliban. Jó, valamint ott van jóreg Jamie Diamondunk, aki pedig nagyon szeret a kriptó ellen kampányolni. Megtette ezt régen is, megtette ezt most is, ugyanis azt mondta, hogy ha ő lenne a kormány, akkor betiltaná a bitcoint. Na, veszünk erről egy kicsit. Megmutatom nektek a beszédét először, uh, amit Jamie Diamond uh, mondott. Ez a, a, a Szenátusi Bankbizottság meghallgatásán történt. A kérdés természetesen a másik kriptóimádó, Elizabeth Warren tette föl, tehát aki tényleg abszolút kripto ellenes. hát ők beszélgetnek egymással igazából. Na akkor hallgassuk meg Jamie-t pár szóban. Deeply You pointed mondja, hogy ugye nagyon ugye ellenes kriptó és bitcoin és így tovább, tehát ezek mindig is, mindig is az volt. Use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case. Tehát a felhasználás számára egyértelmű, hogy csak ugye azok a valódi felhasználók, akik a bűnözők, a kábítószer kereskedők akik pénzmosásra vagy adó elkerülése szeretnék használni. Uh, because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have built up over many years. No, you cut. Tehát a lényeg az, hogy úgy, mert hogy úgy tudsz pénzt mozgatni, hogy az nem megy keresztül azokon a hagyományos ellenőrzött rendszereken, amik ugye évek alatt ugye már kilettek itt építve. A customer sanctions, OFAC, it's, they can get bypass all of that. I, if I the I'd close it down. És mondjuk, hogy ha én lennék a kormány, akkor bezáratnám. El tudom képzelni, hogy Jimmy Diamond-oda a kormány, oda kerül. Ő a kormány. Tételezzük fel, és akkor mondja az embereinek, hogy na, akkor holnaptól betiltjuk a bitcoint és, 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 és megszüntetjük. Jó, Jamie, hogyan? Nem tudom, old meg ezért fizetlek. Ja, nem tudták még senki megoldani. Szóval. Mindig, mindig így áll Jamie hozzá, emellett meg szerintem hátul a spice meg nem tudom, hogy pakolja a ledzsereket és teszi a bitcoin, szerintem még, még, még Elizabeth Warren is. Ha nem ő direktbe, akkor biztos akkor a családtagok, a családtagok vásárolják a bitcoin, mert a buliban nem szeretnének kimaradni. És akkor egy érdekességet mutatnék, hogy Hallgassuk meg ezt a másik szintén nagyon rövid videót, ami ehhez köthető, hiszen Jamie Diamond nem először támadja a bitcoint, nem először támadja a kriptóipart, tette ezt annó 2017-ben is, elég erős kijelentésekkel kapaszkodjunk meg. On September 12th, Jamie Diamond says Bitcoin is a fraud, he says he'll fire anyone of his traders buying Bitcoin, Bitcoin... Tehát ugye annó azt mondta, hogy bárkit Jamie Diamond kirúg a kereskedők közül, hogyha azok bitcoint mernek vásárolni. Bitcoin drops 24%, when Jamie... És akkor 24 ot esett a bitcoin. Diamond speaks. People listen. People listen. Tehát, hogy a Jamie Dimon beszél, akkor az emberek hallgatnak, figyelnek. So that weekend we found out that the largest buyer of a of a Bitcoin fund that's in Europe that buys physical Bitcoin, right? The largest buyer was Morgan Stanley and JP Morgan. És akkor kiderítették, hogy azon a hétvégén azok, akik legnagyobb mennyiségben alap vásárolt bitcoin, fizikai bitcoin, az a Morgan Stanley és a JP Morgan volt, lásd, -ja, Jamie Diamond. And that's not illegal. És ez nem illegális. He says it's a fraud. It says if buy anyone that buys it. Yes. And at the same time, his company is buying it. His company is buying it. That Osman, yeah. Yeah. So It's just. I mean, so unethical. <laughs> nem, nem túl etikus, hát ez így van. Tehát azt mondja, hogy illegális, és ugyanabban az időben, hogy lenyomja az árat a cége vásárolt. Tehát Jamie barátunk valószínű, ismételten úgy gondolja, vagy hogy, hogy itt az ideje egy kicsit bitcoin fellapátolni, kicsit elszaladt az áll, meg kéne szólalni, beszélnem kéne egy kicsit, és akkor ennek hatására majd megnyit begyűjtögetjük, mert ők ezekből a bulikból nem akarnak kimaradni. Tehát a bitcoin az elmúlt évtized legjobban teljesítő eszköze. Ez tény, ez statisztika, ez szám. Tehát ez nem egy ilyen beszélünk róla és akkor, akkor egy urbán legenda, hanem ez számokkal és eredményekkel alátámasztható, összehasonlítva bármelyik eszközzel, ha úgy veszük. És uh, szerintetek ők ki akarnak ebből maradni? Nem. De mindenképpen még, még, még megy, ez a, megy, ez a, megy, ez a, procedúra. Na, de hogy milyen érdekes, hogy mi volt múltkor, most is lehet, hogy valami ilyes jön a, a, a pakliban, uh, kicsit ijeszgetni el az embereket. Tényleg, hát rendesen ott voltam már napok óta, hogy le kell mennem Alfába, hogy találjak egy medvés hírt, és ma Ah, köszönöm, köszönöm, megjött, megjött, mert tényleg annyira bikás hírek voltak itt az elmúlt napokban, hogy kinő a szarva a végén. De ha így, 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 folytatjuk, de most már egy kicsit úgy belül brumogok, úgy érzem, mert hogy, hogy, hogy Jamie, Jamie bejött a képbe, és segít rajtunk, hogy meglegyen a, a, a Na jó, viccet véletéve, jöjjön akkor a következő hír, a következő hír pedig nem szól másról, mint hogy látjuk, szépen megy fel a bitcoin, megy a kriptópiac, de úgy néz ki, hogy a kisbefektetők viszont továbbra is az vonánál várakoznak a beszállásra. Miért lehet ez? Ugye ezen a héten a 2023-as csúcsát is megdöntötte a Bitcoin, számos más altcoin is rendesen belehúzott. Ennek ellenére pedig azt lehet látni, hogy a kisbefektetők többsége viszont még mindig várakozik a beszállásra. És miért lehet ez? Nézzük meg! Tehát először is egy nagyon brutális medvepiac van mögöttünk. Tehát 2021. novembere óta, ha lett volna szánkunk, száguldoztunk volna lefele a dombon, ahogy ugye kirajzolódott a bitcoinnak az árfolyama, hogy esett. És uh, ugye bűven volt botrány, gondoljatok bele, Celsius, Voyager, a nagy, az FTX botrány, és így tovább, és így tovább. Tehát jó pár olyan volt, ami tényleg megrángatta a kriptópiacot. Tehát mindig így szokott ez enni, tehát akkor, hogyha minden gyönyörű és rózsaszín, és csak megyünk fölfelé, igazából zöld, nem is rózsaszín, akkor, akkor, akkor sem nem lesz esés, hogy ahhoz, hogy rendesen essen, beszakadjon, ahhoz kellenek, kellen a, kell a dráma. És ebből bőven kaptunk. Tehát azok, akik eh, ketnek úgy voltak itt a kriptóban, hogy a, a haver mondta, hogy jó lesz. Azóta nem haverok, de mondjuk mondta, hogy jó lesz. Na, na, ők voltak azok, akik, akik kiléptek és akik megértették ezt az egészet, akik tudatosan itt voltak, akik például, tudom, hogy végig itt voltak a, a Patreonban, tehát nem véletlen tartom fontosnak, hogy ez a közösség jóban, rosszban tartson össze, mert akkor tudsz kihez fordulni, tudsz kivel beszélni, tudsz egyeztetni, és akkor rájössz, hogy ja, hogy ez csak a média itt elkezdi fölfújni, és akkor tényleg már egy újabb temetést rendezünk a bitcoinnak, tehát rassan nem lesz szabad sírhely, eltemessük, mert már nem tudom, hogy milyen, te, mekkora temető kéne, majdnem 500 temetése volt átjátok feketében nyomom ilyen nappal. Szóval a lényeg az, hogy, 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 azért ezeket az embereket ez rendesen megviselte. Ha befektető akarsz lenni, akkor meg kell tanulnod az megfelelő pillanatban lépni. Ez nagyon-nagyon fontos. Aki viszont mindig abból indul ki, hogy milyen pánikot kelt a média, lásd éppen a híradót nézi, vagy éppenséggel a, a, a nagyon medvés embereket, amikor, amikor igazából alaptan a dolog. Tehát a bitcoin, az, az egy bitcoin, 2017-ben is egy bitcoin volt, meg most is egy bitcoin. A fiat pénzek viszont folyamatosan ugye értéktelenednek, hogyha megnézzük. A bitcoin emellett mindig újabb és újabb csúcsokra tudott ö, felmenni, és nézzétek meg szintén ezt az évet pedig, milyen, milyen 2022-ünk volt. Hát nagyon kemény. Um, szóval ez az egyik ok, amiért az emberek úgy vannak vele, hogy nagyon megégették magukat, és úgy gondolják, hogy fú, ezzel, ezzel, ezzel óvatosan kéne bánni. Rosszkor szálltak be, és rosszkor szálltak ki. Ezt teszi a többség egyébként. A másik, hogy ezért gondoljunk bele, ebbe a bizonyos helyzetben most van egy gazdaságilag ismételten nehéz helyzetet élünk meg. Nem kell messze menni, csak nézd meg, amikor elmész bevásárolni, vagy megtankolni az autódat, vagy éppenséggel egy utat szeretnél kifizetni. Mindennek milyen mértékben ment el az ára. A fizetések nem nőttek ilyen szinten. Tehát az emberek többsége inkább azon aggódik, hogy hogyan fogok ételt tenni az asztalra, vagy kifizetni az albérletet, mint hogy most valami klassz befektetés után nézzek. De mi fog történni majd akkor, amikor mindenkori csúcson a bitcoin, és majd megyünk felfelé, jön a FOMO érzet. A FOMO érzet, amikor már mindenki tudjátok, ahogy, ahogy, 10 millió foci országa is vagyunk, hát egy 10 millió szakértő országa is leszünk hirtelen, de nem csak mi természetesen, ez világszerte így van, és akkor adjuk a tanácsokat, hogy ugye, ugye hát most, most, hát figyelj, hogy ha, ennyire jó a helyzet, és ennyire megy, és ilyen magas az ára, akkor, akkor ez az, amit venni kell. Hát nem, de mindegy, akkor már, már mennek, és akkor, akkor gyűjtögetik a különböző rosszabb már rosszabb euh, minkoinnokat, nagy kilövés után, tehát a forduló előtt, és mi lesz a vége? Az, hogy a többségük ismételten meg fogja égetni magát. Az a felelős réteg, az azt fogja mondani, hogy hát, ezt elkottáztam. Aki nem tud felelősséget vállalni, az mindenkit majd okolni fog. Okolni fogja a piacot, okolni fogja. Hát minden, szóval találjon valakit más, csak annál azt a szemét, aki a tükörben van. És, és utána jön egy újabb forduló. És ez mindig így szokott lenni, semmi új nincs a nap alatt, tehát nem kellett fel a spanyol viaszt, így volt az előzőleg is. Más szakaszban tart a kriptó, mint tartott mondjuk a 18-19-es medvepiac idején, vagy éppen csak az azt megelőző medvepiacban. Tehát más érettségi szakaszban vagyunk, de a forgatókönyv, ami történik, az nagyjából mindig ugyanaz. Tehát továbbra is, akik nem csinálták maguknak meg a házi feladatot, nem foglalkoztak időben a kriptóval, vagy nem tartoztak olyan közösségekhez, ahogy lás, ezért csinálom én is az enyémet, ahol ahol folyamatosan figyeltük, hogy éppen hol, mikor, mit kéne csinálni ahhoz, hogy, hogy, hogy sikeresek tudjunk maradni, hosszú távon, mert ez a fontos, akkor azok mellett ez elment. És akkor most vagyunk ott, hogy, hogy akkor ők még mindig nem ébredtek föl, mert kell ahhoz az all time high. Te, aki ezt a videót nézett, te már sokkal előrébb vagy, mert talán most is foglalkozol a kiptóban, amikor még nem a 69 ezeret dönti meg. De, de de a többség csak akkor fog majd jönni. Ö, igen, egyébként a, a cikk az, az ez volt, nem osztottam meg, mert mindegy, szó itt, itt erről. Ez, ez, ez dobta föl a témát, maradjunk ennyiben. Oké, és akkor jöjjön a harmadik. Ö, Téma. Ez pedig arról szól, hogy hogy a, egy bizonyos platform oroszországban, ami ilyen határokon átnyúli, átnyúló fizetéseket, ugye tud végrehajtani majd, lehetővé teszi, hogy ugye az oroszok tudjanak kriptóban, egészen pontosan Tether stablecoinban ilyen fizetéseket csinálni. Na miről van itt szó? Tehát itt van a cikk, és e, itt van ez a váltó. E, váltó? Na, tehát ez a platform, tehát az ExFed, az egyik első határon átnyúló fizetési platform Oroszországban. Hivatalosan is bejelentette először is az indulását, és azt állítja, hogy megkönnyíti a helyi jogi személyek számára a nemzetközi kriptolóta elszámolások feldolgozását. És itt írják, hogy a, a projektnek a célja, hogy segítse az orosz jogi személyeket határokon átnyúló fizetésekben és közvetítők nélkül minimális piaci árfolyamon. És azt jelenti lehetővé, hogy az offshore rubel és az amerikai dollár mellett kriptovalutában egészen pontosan Tether stablecoin van, tudják ezeket a tranzakciókat elvégezni. Tehát lehet látni, hogy az oroszok kihasználják a kriptó adta lehetőségeket, és ez lehetne az egyik módja annak nekik, hogy ugye szankciók ide-oda, határokon átnyúló különböző tranzakciókat tudjanak ö, csinálni. Na, ezt a hírt hoztam a végére, most pedig evezzünk át a kérdezfelelek robotra. És ha van kérdésed, egy tök jó hozzászólásod, építő kritikát, minden, ami igazából ezt a csatornát és közösséget segíti, építi, akkor bátran jöhet ide mindig az aktuális nagy videó alá. Innen szemezgetek, teszem ezt most a tegnapi szerdai videó alól. Szia, megrendeltem a siker csomagot, már nagyon várom. Azt szeretném megtudni, hogy milyen sorrendben érdemes olvasni a könyveket. Nos, tehát valószínű te is azok között leszel, aki lehet, hogy már ma-holnap megkapja. Tehát nem, hogy jövő héten, amit ugye eredetileg terveztem, hanem lehet, hogy akkor már ma-holnap sokan a kezükbe foghatják, hiszen már többen át is vették, hogy ma jelezzétek nekem. És a lényeg, ugye, ez a három ö, könyv van, pontosabban itt van a sikercsomag. És ja, bocsánat, a sikercsomagra kérdeztél rá. Ó, haragudj, én meg a válaszodban annyira rá vagyok hangulódva, hogy új könyv, új könyv, hogy én ezt ö, mondtam a sorrendben. Ö, jó. Oké, okay. hogyha sikercsomag, akkor én azt javasolnám, hogy először a sárga könyvet olvasd el, ugyanis ez a kriptónak az alapjairól szól. Kriptovalutákról értetően mindenkinek, tehát attól függ, hogy milyen szinten vagy jelen pillanatban tudásban, de megérted a blokklánc működését, megérted a bitcoint, és egyéb dolgokról is van benne szó, tényleg az NFT-től, az AI-on keresztül, sok minden más. Van hozzá egy kriptó szótár, hogyha vannak az új szavak, amik idegenek számodra, hogy ez mit is jelent, az segít ebben, majd egy gyakorlati útmutató, hogy igazából hogyan kéne az első lépéseket megcsinálni. Utána javaslom a fekete könyvet, az pedig nem már szól más, hogy hogyan legyél te is sikeres a kriptóban. Tehát megvannak az alaptudások, most már tudod, hogy mit, miért, ugye? Ö, tehát hogy miért fektetnél ebbe bele, de azt hogyan kéne megcsinálni hosszú távon sikeresen. És ez a gerince az egésznek, és ehhez kapcsolódik a két fő piacra fókuszálva, a medvére és a bikára, a két másik könyv, ahogyan legyen teljes sikeres a medve, avagy a bika piacban. A naptár pedig ott a otlókat a falon, hamarosan január 1 és akkor reméljük klassz kriptós évünk lesz 24-ben, és ez már egy kriptós naptár is dukál. És... Itt van a, a kriptó sikertérkép, amit pedig majd tudsz ez a könyvhöz használni, miután a éjsz, hogy elolvastad, akkor onnantól kiteríted, és akkor egy csomó minden ott van, amire, amiben a könyvről szó van, csak nem kell akkor ugye visszalapoznod. Jó? Ugye lehet, hogy hát is javítom, de ez a lényege, hogy, hogy ezt akartam itt mondani. Um, igen hogy a főkönyvet javaslom a feketét, de hogy te a sikercsomagra kérdeztél, tehát akkor a, 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 ha az alapoknál kezdünk, akkor mindenképpen a sárga aranyszínű könyvel indítanék. Na jó. Következő. Szia Attila, említetted, hogy a Patreonban az altokkal, amelyekkel díszéztek, már szép profitban vagytok. Ez mit jelent az elméleti profit, vagy a gyakorlatban is realizáltok? Például az árfolyam tuplázódik, kivisztítik a tűkét, és csak a profitot fut tovább, vagy ezt alapvetően mindenki maga dönti el. mit javasolsz? Köszönöm a válaszodat. Szóval először is nagyon fontos, hogy ami a Patreonban zajlik, úgy mint itt is, az ott is megvan, hogy ez nem tanácsadás. Tehát nálunk nem az van, hogy jó, akkor ezt hogy most menj el, ezt vedd meg ennyiért, és mindenképpen meg és akkor külgazdagá teszlek, oké, most add el. Nem erről szól, mert én nem halat akarok adni az embereknek, hanem halászni szeretném őket megtanítani. Ezért csinálom a rengeteg edukációs nyelvjogat. Igen, ám de tudom, hogy nem mindenkinek van, mint nekem napi 6-8 órája kriptóval foglalkozni minden nap, tehát próbálom a tudásomnak, ami nekem sok helyen elő vagyok fizetve, itt a tamat, és rengeteg ugye, tartalmat fogyasztok ezzel kapcsolatban, annak az eszenciáját továbbadni a patreon És ezért elmondom, hogy mik azok transzparensen csinálom, mik azok a dolgok, és miért, amiben én fektetek. És innentől kezdve mindenki el tudja dönteni saját felelősségre hogy igen, én abban részt veszek, vagy? Mm, nem, az nem. És van egy csomó altkony, tehát most már 15-nél tartunk, szerintem már nem tudom, 50, nem tudom hány lesz, vagy 60, és ki tudja a bika piac vége felé. Hát nem kell mindenket felvásárolni. Valamikor azt mondod, ú, ez igen tetszik, á, ez nem, na jó van -e. Vagy lehet, hogy egy csomó lesz, amiből az elején beszálltunk, megcsináltuk a tök jó profitot, aztán ott hagyjuk, mert már sokkal jobb lehetőségek vannak, és már kivesszük abból a profitot, tehát nem fogjuk azokat végig tartani. És um, az, hogy ö, nem mindegyik kell. Tehát valamelyikkel már többször öztünk, valamelyikkel dupláztunk, ö, van, ahol meg ö, valamennyire vagyunk igazából pluszban. A lényeg az, hogy mindig több beszállót alkalmazunk. Tehát, hogy ki, hogy vesz ki profitot, az mindenkinek e, saját magán múlik. Én a többszörözést úgy értem, hogy a beszállóhoz képest, és hogyha utána, ahogy ment, volt olyan, hogy egy kicsit lefele mentünk és ráátlagoltunk, ahhoz képest nézve, ugye e, szép profitban vagyunk. Hát kinek mi a szép, mert valaki csak akkor hiszem fel, amikor 300 vagy mi az 300 szoros ment föl, e, nem nem erről van szó nyilván, én hosszú távon gondolkozom, és az egyik ilyen a kicsi nem mindenképpen, amit én alkalmazok, hogy a duplázásnál kiveszem a tőkét, és onnantól pedig már nem tudok benne semmi bukni. De Ettől köszintén megmondom, a nagyobb altoknál jelen pillanatban, amikor ennyire lent vannak, és aránylag stabil projekt van mögötte, ott én a duplánál most még nem realizáltam. Tehát van olyan profit, amit realizáltam, valamit akkor nem realizáltam, már hogy valamennyit belőle, amiből egy még egy újabb altot indítok például. Szóval akinek mi a, a stratégiája? Ebbe én annyira nem szólok bele, mert azért gondoljunk bele, mindenkinek más a kockázat tűrő képessége, mindenki más anyagi helyzet van, van, mindenki más életszakaszban van. Nincs olyan, hogy mindenkinek jó valami. Viszont azért gyártam ezt a nagyon sok anyagot itt is, ott is, amott is, és itt különböző tartalmak vannak, ugye ott vannak ilyen oktató videók, itt azért főleg a híreket hozom, bár azért látod, megfűszerezem különböző egyéb információkkal, hogy, megtanuld és kialakíts, te megtanuld a dolgokat, és ki tud alakítani a saját magas stratégiáját személyre szabottan. És akkor azzal azzal tudsz majd dolgozni, ehhez adok sok ugye, segítséget, már csak az, hogy az a felület, ahol tudsz tőlem folyamatosan kérdezni. Nagyon sokat írtok nekem, tehát most már tényleg rendesen van munkám azzal a sok emberrel, aki ott van. Ne baj, én ezért vállaltam, de, de reggel is, délután is, még este is nyitogatom meg, és folyamatosan jönnek a, 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 az üzenetek. Ezért nem válaszolok, hogy bocs, hogyha, ha bárki próbálkozna azzal, hogy e-mailt ír nekem, vagy social felületen ír nekem, Facebookon ír nekem, nem. Tehát nincs vele időm, Patreonba írsz nekem, akkor kapsz tőlem választ pár órán belül. Tehát legalább ennyi, hogy akkor csatlakozz oda, hogyha ha, ha, ha beszélgetni szeretnél. Lenne kérdésed, jó? Tehát így néz nagyjából ki ott a helyzet. Szia, a Lehetséges lenne esetleg egy pár szót ejtenél erről a Bitcoin Spot ETF-ről? Már a videóban is szóba került mostanában, több videóban. Azt megértettem, hogy árfelhajtó hatása van jelenleg, de nem igazán vagyok tisztában vele, hogy mi is ez pontosan. Lehet vagyunk még ezzel így páran, hanem nagyon megköszönném a kifejtenét, hogy mi ez és miért ilyen fontos, illetve ha januárban teljesülnek ezek a határidők ezzel kapcsolatban, akkor azután pedig mi várható, előre is köszönöm szépen, Évi igen, tehát nyilván vannak olyan dolgok, amik valakinek már evidensek, a másik meg újonnan jön, és pontosan ez a csatorna arról szól, hogy olyan dolgokba is belemegyünk, ami, 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 a sokszor a kezdőket is ér, érdekli és érinti, mert én azt szeretném, hogy egyre többen átlássátok itt a, a dolgokat, és ne az legyen, hogy csak így nem tudom én, nagyon olyan szavakat pörgetek állandóan, ami, ami, ami ilyen nagyon gazdasági szavak és száraz és értetetlen legyen. Az én feladatom, hogy inkább konyhanyelven tudjam ezeket elmagyarázni. Nyilván meg kell fűszerezni azokkal a szakifejezésekkel, amiket a kriptóban használunk, de akkor teszek hozzá mindig általában magyarázatot. Tehát bitcoin spot, ETF, ugye tőzsdént kereskedett alapokról beszélünk itt az ETF-ek esetében, és ez azért nagyon fontos. Mert nagyon-nagyon sokan, főleg itt az intézményi befektetők részéről mondom ezt, ö, nem akarnak, szeretnének, tudnak bitcoint direktben vásárolni, viszont a befektetéseiket tőzsdén már ez egy befált, megszokott dolog nekik ö, kereskedni. Minden egyszerűbb itt a könyvelés, az adózás szempontjából is itt tovább. Amennyiben megszületik a Bitcoin Spot ETF, akkor így részt tudnak venni a Bitcoin által okozott árnövekedésben, profit szerzésben úgy, hogy nem kell direktben ugye bitcoint vásárolni, hanem a szokásos hagyományos módon a tőzsdén keresztül ezt meg tudják tenni, amit már eddig is ugye ilyen szempontból csinálnak. Tehát az ő számukra ez egy ö, könnyítés, viszont nagyon sokszor ugye ők a nagypénzesek, pontosan ezért lehet, hogy nagyobb igény van arra az ő részükről, hogy van itt bőven pénz, hát végignéztük, hogy ezt a legjobban az elmúlt tíz évben, most is általában ígéretesnek mondják, szeretik most már akkor végre részt venni benne, most már meg is van a lehetőség, ráadásul így már mond szabályozott keretek között, és akkor ö, ezzel ö, a lehetőséggel szeretnének ö, akkor élni. Ez pedig azt jelenti, hogy ugye van egy Bitcoin Spot ETF-et kiadó BlackRock vagy társai, akkor annak rendelkeznie kell az ETF mögött lévő eszköznek, eszközzel, ugye pariban kell lennie, tehát ez feltételezi az, hogy ez egy bitcoin felvásárlást is eredményezhet, hogy ki tudják szolgálni az igényeket. A vásárlás meg, ugye főleg, hogyha ha nem csak tűzsdén kívül történik, akkor abszolút ugye, árfelhajtó hatású lehet. Tehát ennek az össz, dolga az, ami jelen pillanatban katalizátorként működik a piacban. Aztán, hogyha teljesülnek ezek a határidők, és ugye jóvá hagyják, az én véleményem szerint adhat egy lendületet ismétel a piacnak, de azt is gondolom, hogy utána majd jön egy korrekció is, mert pontosan azon, akik már nagyon időbe beszálltak, szeretnének egy kis profitot kivenni, aztán utána indítsuk újra a dolgot. Aztán vannak ilyen narratívák, hogy azt is felvetették, itt is többen voltak, hogy lehet, hogy a kommentben is, hogy, hogy mi van, ha azt mondják, hogy ah, nem hagyják jóvá, akkor mindenki ugye összedől romjaiba, bezúlna az ár, hogy te jó ég mégse, aztán újra beadják, és ott ah, nem tudjuk. Tehát arra ne appelláljunk, hogy fixen tudjuk, hogy mi fog történni. Inkább ugye én most jelen pillanatban kihasználom ezt a, ezt a, ezt a hangulatot, és pontosan ezért tök jó bent lenni a, a, a kriptóban, és szépen profitot ö, növelni. Aztán a megfelelő pontokon ugye meg kell lépni azt, ami a stratégiádnak előre ki van találva, hogy mit szeretnél, és akkor tuti, hogy meg lesz. Tehát, hogy a fantázia ne dolgozzunk, hogy, mert így szokták az emberek, ah, oh, hogyha majd 80 ezer, akkor kiveszem. 80 ezer, hát várj, akkor megy föl, föl, akkor 90 kiveszem. 100, kiveszem, majd 100-nál. 110. Ah, nem veszem ki, mert anyám szerencsés száma a 145. Ha megvárjuk. Na mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy ha nincs stratégiád, akkor, akkor sose si fogsz realizálni, mert a buliból nem akarsz kimaradni. Ezért fontos előre megszabni, hogy mit akarsz elérni, milyen profitot szeretnél, tudom, minél többet, de most komolyan. Mert, mert, mert tényleg, hogy az életben is, ha belegondoltok, hogy vannak az álmok, meg vannak a célok. Az álmok azok, amiről álmodozunk, hogy ah, majd egyszer, majd egyszer, vagy igazából sose, de úgy de szeretném. A célok azok, amiket ugye pedig, amiért következetesen folyamatosan tenni kell, hogy azt elérjük. Tehát a kettő az, 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 az két külön dolog. És ahhoz, hogy ezek az álmok megvalósuljanak, célokká kell őket kovácsolni, és azt pedig stratégia mentén tudod ugye végre hajtani. Jó, tehát én sem úgy szoktam kivenni a kriptóból, hogy akkor na, azonnal akkor, akkor kész az egészet vegyük ki, mert elértük ezt a számot. Nem, hanem ahogy szépen fokozatosan lefölözzük, picit tovább engedünk, lefölözzük, tovább engedünk, így. És lesz egy pont a tetején, ami már lefordul, és azt már nem tudod kivenni. Oké, de addig már bűven profiba vagy. És ez a lényeg, ha hosszú távon ezt eljátszod, akkor nyertes vagy. De a többség valamiért erre tényleg nem képes, azért, mert érzelmi alapont dönt. Oké, okay. aztán szia, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ha realizálok profitot, akkor kell csak adóznom, ha nem stablecoin váltom át a kriptomat, hanem például euróba vagy USD-be, illetve melyik stablecoin gondolod a legbiztonságosabbnak, előre is köszi a választ. Szóval Magyarországon, inkább így határoznám meg, Magyarországon akkor adóköteles a kriptód, amennyiben te azt kriptóból fiat valutába forint, euró, minden, abba realizáltad, és adót csak azután fizetsz, ami a nyereséget. Jó? Tehát, hogyha betettél 1000 dollárt, fölpumpáltad 3000-re, és kiveszel, nem tudom én, 2000-et, akkor a, ö, csak a nyereség után fogsz adót fizetni, tehát 1000 dollár fölött, mert az 1000 volt, amit beletette. Jó? Tehát ez nagyon fontos. stablecoin melyik a legbiztonságosabb? Én azt mondom, hogy jelen pillanatban a két legnagyobb talán a USDC és a USDT, de azt hozzáteszem, hogy ez bármikor változhat. A Tether fölött ott van folyamatosan Democles kardja, ki tudja, mi lesz felőle, de valaki pont azért mondja a USDT-t, mert elégük van, hogy a, 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 tulajdonosokig a, USDC mögött vannak, és ott már micsoda ugye, összeforródások. És... Na, szóval ami a legbiztonságosabb jelen pillanatban, ha már kriptóban tartod, az a bitcoin. E, ennyi. Ha biztonság szempontjából nézett. Értem a logikát, fölment, Stablecoinba ki, visszed oké. Okay. De ha biztonságot nézzük, akkor a bitcoin. Ha stablecoin, akkor vállaltál egyfajta nagyobb kockázatot, mint amit a, a bitcoinnal futsz. Na jó, rengeteget írtok a Patreon-ban is, meg itt is, ami tök jó. Itt mindig is egy párra szoktam szemezgetni, de a Patreonban tényleg mindenkinek személyesen válaszolok, tehát hogyha bármi kérdésed van, akkor ott szívesen megválaszolom. Nos, ennyit akkor mára. Ne felejtsétek el, hogy abban az esetben, ha tényleg napra készek akartok lenni kriptóban, blokklánc témában, akkor itt a Blockchain Room Hungary csatornán minden nap megkapjátok a friss videókat, többet is, short videókat gyártok, hogy gyorsan tud fogyasztani ugye a hírtartalmát, vagy ugye itt vannak ezek a hosszabb kifejtős videók, kérdezz fel robattal, tehát akkor iratkozz fel, ha neked ez fontos, mert ez, amit ugye hozok, és most már nem kell igazából bizonygatni, mert teszem ezt már három és fél éve. És hogyha pedig tetszik, és hasznos ez a tartalom, akkor kérlek, ne hagyd le azt, hogy nyomsz egy lájkot, az neked tényleg csak egy mozdulat, viszont nekem egy tök jó visszajelzés a részletekről, valamint a csatornát is segíti, ugyanis az algoritmus lehet egy picit azzal pörgetni, hogyha többen nézzük, ugye több a lájk, és ezzel még több emberhez eljutnak azok az információk. Ha ez neked hasznos, mások is hasznos lehet, akkor ezzel tudod segíteni az információ terjedését, hogy minél több emberhez eljusson. Jó, szóval köszönöm szépen akkor a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Akik már kezükbe tartja a könyvet, azoknak jó olvasást kívánok. Akik még nem, az még ne felejtsék, hogy decemberben karácsonyra milyen kedvezően hozzájuthattak, szóval blockchainblue.com vagy kriptoskönyvek.hu, onnan be tudod őket szerezni. Sziasztok!